Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom azt a tankos szerkezetet, amit pár napja mutogatok Facebookon videó, illetve kép formájában. Ez teljesen vanilla, tehát nem kell semmilyen plugin vagy mod. Ezt így meg lehet csinálni, csak egy kis command blokkozás, meg resource packezés kell hozzá, és egy tök jó irányítható tankot lehet összehozni. Ja, le is szedtem egy várat, amit demonstrálni fogom nagy szeretettel ennek a tanknak az erejét. Ezúton is köszönet RSQ123-nak. Ennek a linkje is ott van a leírásban a teljesség kedvéért, ha valaki ugyanezt szeretné lerombolni. Két dologból áll ez a varázslat. Egy egyparancsos szerkezet és egy resource pack. A resource pack tartalmazza a tanknak a modelljét. A szokásos dolog, adok magamnak command blokkot, belemásolom a kódot, lefuttatom. Ugye a szokásos dolog, aki mégse tudná, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, a leírásban ott van egy link, egy tutorial, hogy hogyan tudok bármilyen egyparancsos szerkezetet bemásolni a játékba. Szóval ez legyárt egy ilyen dobozt. Most látom, hogy elfelejtettem csökkenteni a doboz méretét. Röviden az a lényeg, hogy van egy ilyen alap parancs, amiből mindig kiindulok, és abban egy ekkora doboz van, aztán ugye ezt igazítom mindig az aktuális szerkezethez, és ezt most elfelejtettem megcsinálni. Hát mire ti letöltitek, addigra ez akkora doboz lesz, amennyi command block van itt, de mindegy, a szerkezet ettől függetlenül így is működik. Na, három tábla van az elején, szerintem a törlést nem kell bemutatni, meg a címet sem. A középső adja a tojásokat. Ez a tojásokkal különböző színű tankokat lehet leidézni, illetve a legelső az a törlés, tehát lehet tankot törölni is. Próbáltam olyan színű tojásokat, hogy is mondjam, lefoglalni, vagy kijelölni, vagy használni, amik hasonlítanak a tankok színeihez, ugyanis előbb legyártottam a tankokat, és utána kerestem hozzá a tojásokat. Nem mutattam, tehát van nekünk zöld színű tankunk. Ez a zöld azt a zöld színű agyagnak a textúráját használja. Aztán van itt arany, ez ugye az aranyblokknak a textúráját használja, a gyémánt, aztán fa, van itt tök, ezen annyira sajnos nem látszik, tehát itt a csíkokon, de ezek sem nárulkodnak róla, itt a töknek a textúráját használtam, és végül a tégla. Szóval összesen 6 féle színből lehet választani, én mondjuk megyek az aranytankkal, mert az nagyon badass. Ugyanúgy, mint ahogy más járműbe, itt is jobb gombat tudunk beszállni, és mehetünk. Egyébként sokkal látványosabb, hogyha megnyomjátok az F5-öt, és külső nézetből sokkal jobban néz ki. És ha megnézitek, ott a hotbaron alul az egyes szloton ilyenkor kapunk egy ágyúgolyót, illetve töltényt, és ezzel lehet lövöldözni. Ez eredetileg egy hógolyó, tehát a jobb gombbal lehet lőni. Micsoda lyuk! Hát ez egy sokkal poénabb lövöldöző, mint hogy képzeltem, hogy milyen lesz. Szerintem ezt az ágyúgolyót vagy töltényt nem nagyon kell bemutatni. Egy korábbi videóban mutattam, hogy tudtok tűzgolyót csinálni. Ez ugyanaz, csak át van textúrázva a hógolyó. Na, most egyébként én egy lovon ülök, ami láthatatlan, és a szerkezet elintézi, hogy én is láthatatlan legyek, hogy így ne lógjak ki a tankból. És van egy páncélállvány, amin van egy gyémánt kapa, és az a gyémánt kapa van áttextúrázva. Pontosabban a modellje van lecserélve, hogy ilyen tank legyen, és ez folyamatosan teleportál a lóhoz, és úgyhogy teljesen nem, mintha egy tankot irányítanék. Ha kiszállok, akkor természetesen eltűnik rólam ez az effekt. Meg tudom egyébként mutatni itt az eszközöknél, itt látjátok, itt a nullás damage-ű, mert itt ugye azt lehet innen fölvenni, az a zöld tank. És így néz ki, a kezemben van. Ugyanis meg lehet csinálni már nem is tudom mióta, talán 1.8 vagy 1.9, nem is tudom, hogy damage-enként lecserélni egy tárgynak a modelljét. És itt most a gyémánt kapának a nullás, az 1-es, a 2-es, a 3-as, és 4-es és az 5-ös damage-e van lecserélve tankokra. A tank leidézés az úgy működik, hogy ezek a tojások olyan entitásokat idéznek meg, amiken van valamilyen tag. A szerkezet ezt érzékeli és leidézteti vele hát az adott színű tankot. Tehát a tojás az úgy néz ki, jesszusom, itt van, hogy spawn egg, itt adjuk a játékosnak a tojást,
és az entity tag részbe kell írni, hogy milyen legyen az az entitás. Ez történetesen egy pók, ez pont a törlés lesz. ID, és akkor Minecraft a spider, és akkor ez egy pókos tojás lesz. Korábban ugye másmilyen volt ez a spawn tojásos rendszer, most ilyen. Mutatok inkább egy tankot. Ez például egy blaze, akkor ez valószínűleg az aranytank lesz. És az is megvan adva, hogy olyan blaze legyen, amiken már vannak tagek. Két tag, az, hogy arany és tank spawn. A tank spawn azt tudja, hogy leidéz egy lovat, és leidéz egy páncélállványt. Mutatom is, az itt lesz valahol az elején. Ez pont a lóidézős, tehát itt van, hogy lefuttatom a tank spannal, hogy idézzen le egy lovat. A következő pedig ugyanez, csak armor standet idézzen le. Utána pedig az armor standet felöltöztetjük attól függően, hogy milyen színűt használtunk. Például itt van a zöld, az az armor standre, itt van, hogy armor items, és akkor gyémánt kap át, rak méghozzá a nullásat. A következő az arany lesz, az meg ugye az arany taggel rendelkezővel lefuttatja, hogy az armor standnek adjon egyes damage kapát. És akkor így lesznek különböző tankjaink. Ami még érdekes lehet a kódban, az talán az, hogy hogyan tudom azt, hogy én épp most a lovon ülök, az itt van. A játékosra adok egy vezet, taget, hogyha, és akkor most jön a varázslat, root vehicle, azon belül entity, azon belül tags, tank. Ez a root vehicle egy kicsit összetettebb tag, tehát nem csak annyi van benne, hogy low, hanem azt hiszem a entitásnak az ID-ját kell megadni, de nem lényeg, mert taggel is lehet rá hivatkozni. Tehát itt van, hogyha olyanon ülök, aminek van tank tagje. És ugye természetesen low-nak van, az is úgy van megidézve. És akkor megkapom azt, hogy vezetek, mint ezt a vezet taget, és akkor kapok egy láthatatlanság effektet, kapok töltényt, ennyi, más nem kapok. És ugyanígy fordítva, ha nincs rajtam ez a tag, akkor ezeket elveszi. Tehát nem tudom, mennyire érezhető, igazából nem egy bonyolult szerkezetről van szó, ez inkább látványos. Tehát, hogy láthatatlan lovon lovagolok, én is láthatatlanná válok, és meg van egy páncélállam, ami folyamatosan hozzá teleportál. Szerintem egy kicsit bonyolultabb a resource pack része, hogy egyáltalán legyen ilyen tankunk, de szerencsére erre is vannak szerkesztők. Konkrétan ezt a modellt Rozon készítette, tutoriált is csinált, hogy tudtok ilyen modelleket készíteni, úgyhogy nézzétek meg, ha érdekel a dolog. Amint látjátok, ilyen jó pofa dolgokat lehet csinálni, meg egyébként rengeteg videó van a neten arról, hogy milyen tök jó dolgokat lehet kihozni a resource packből. Mutatok egy kicsit a resource packből is. Amit most látok, az a Visual Studio Code, ez egy ingyenes program, bátran ajánlom mindenkinek, nagyon kényelmes használni, sokkal áttekinthetőbbek ezzel a projektek. Ez tulajdonképpen egy szerkesztő. És resource packet is sokkal kényelmesebb vele szerkeszteni. Most itt bal oldalt látjátok az assets mappát. Ugye a resource pack az így kezdődik, hogy van egy assets mappa. Azon belül van egy Minecraft mappa, azon belül pedig, hát van sokféle mappa, nekünk ami kell, egyrészt a models, azon belül az item és diamondhoe.json, ez a kapának a modellje. Jó, ez az alsó rész, ez a sok szám, ez ide nem kell, ez magamnak kell, ide damage value-kat soroltam föl, ez a fölötte lévő rész az érdekes. Itt konkrétan azt látjátok, hogy megvan adva, hogy a különböző damage értékű kapák milyen modellt vegyenek föl. Ha nulla a damage, akkor töltse be azt a modellt, ami az itemen belül van, tankzöld néven. Ha ennyi, ez az egyes egyébként, sajnos itt nem úgy működik, mint a játékban, hogy damage 1, 2, 3, 4, hanem van ugye a tárnak egy max kapacitása, 1000 nem tudom, valamennyi a gyémánt eszközöknek, és az el van osztva 0 és 1 között. Tehát ha mondjuk 1500 le a gyémánt kapa, akkor ez 1 per 1500. Itt nekem föl van sorolva pár érték, tehát akinek többre van szüksége, az ezek alapján tudja folytatni. Meg egyébként van rá a neten generátor, keressetek rá, én is úgy szedtem le ezeket a számokat, tehát nem számolgattam számológéppel. Szóval ez az egyes, akkor a tank arany fájlt töltse be. Itt az itemen belül ugye itt vannak felsorolva ezek a fájlok, tehát nézzük például a tank zöldet, abban ennyi van, meg be van állítva neki egy parent, egy szülő.
Ez azt jelenti, hogy melyik modelltől örököljön. Tehát amit ide beírok, fát, azt ő úgy, ahogy van, átveszi. És megvannak adva textúrák. Ez a tank alap, az is itt van, ugyanitt mellette van. Ez a tank alap tartalmazza a modelleket, a tanknak a, hogy is mondjam, az oldalait. Itt ez a element rész alatt van. Ez egy ilyen jó hosszú rész, ugye sok oldalból áll a tank, sok formából. Tulajdonképpen itt téglatestek vannak leírva, azoknak a mérete és elhelyezkedése. Ugye megvan adva, hogy milyen textúrát használjon, és ezt a textúra részt írják föl a különböző fájlok. Tehát ez a tank zöld átveszi ezt a modellt, meg a textúrát, meg mindent, és felül csapja a textúra részt a sajátjaival. Egyébként az alap is pont zöld, inkább mutatom arannyal. Tehát az alap tanknál ott a zöld van megadva, és amikor az aranyat választom ki, akkor ő is átveszi a modellt, de a textúrákat lecseréli, és konkrétan ez itt a lényeg, itt van a különbség, hogy a hármas az itt aranyblokk legyen, ne pedig a zöld agyag. Tehát ezt jelenti ez a parent rész, hogy átveszi a másik modellt, és módosítja rajta azt, amit alatta megvan adva. Természetesen, ha nem lenne itt ez a textures rész, ez így ki lenne törölve, akkor tök ugyanúgy néz neki. Ez ugye sokat lehet spórolni, nem kell 6-szor belemásolni a modellt, elég egy helyen, és mindig arra hivatkozok, csak alakítgatok rajta. Abba természetesen nem megyek bele, hogy tudok ilyet írni, használjátok szerkesztőt, mint mondtam, Rozon csinált róla a videót, ami legyártja nektek ezt a sok-sok kódot, és csak bele kell másolnotok a megfelelő mappába. A linkek szokás szerint ott vannak a leírásban, mind a egyparancsos szerkezetnek, mind pedig a resource packnek. Gondolkodom rajta, hogy csináljak a resource packből tutoriált, csak az a helyzet, hogy egy fokkal ez még szárazabb, mint a restonozás, tehát itt tényleg csak kód van, és igazából nem olyan bonyolult ez a dolog. Elsőre lehet, hogy rémisztő, vagy sok, vagy nem is tudom, nagyon idegen, el tudom képzelni, de nem kell tőle félni, nyugodtan tanulmányozzátok, illetve ha van kérdés, írjatok. Gondolkodom rajta, valahogyan ezt fölépíteni, valahogyan bemutatni, bevezetni, hogy hogyan lehet resource packet szerkeszteni, ilyen modelleket cserélgetni. Természetesen, ha van ilyenre igény, akkor jelezzétek, egyébként meg keresgéljetek, rengeteg anyag van róla a neten. Használjátok egészséggel, azért vigyázzatok egymásra, hogyha egymásra fogtok lövöldözni, az nincsen megcsinálva, hogy sebezhetetlen legyen a ló vagy a játékos, úgyhogy sőt, magatokat is tudjátok sebezni, hogyha lefelé lőttök, akkor magatok alá robbantotok. És igen, ezt felhasználva lehetne GTA-s pályát is csinálni, gondolom sok embernek eszébe fog jutni, és le fogja írni, mielőtt eljutna ideig a videóba, vagy szerintem meg se nézi eddig a videót, lehetne, csak kocsi modelleket kell csinálni, és nem kell ágyúgolyót adni, ugye? Hát én azt mondom, hogy csináljatok kocsi modelleket, és csináljatok bele GTA-s pályát nyugodtan. A kézikönyv óvjon.